Hello, és itt az új évben. Hosszas uzamanát követően napok a november harmadikai elnökválasztás után végül csak kiderült, hogy Joe Biden nyert. Ezzel mindenki megnyugodhatott, hogy ezt a hebehúrgya, szexturista, szelebódi Donald Trumpot végre egy friss, dinamikus elnök váltja majd. Vagyis hát... Mr. Vice President, your opponent in this election, President Trump has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you'd been tested... Um... for cognitive decline you've responded that you're constantly tested no I haven't taken a test why the hell would I take a test come on man that's like saying you before you got in this program if you take a test where you're taking cocaine or not what do you think huh I, I shouldn't say it I'm gonna say something I don't I, I probably shouldn't say by then I'm wondering to say me like not Számít teljesen frissnek. Igaz, Donald Trumpot sem az eszért szerették, akik 2016-ban rászavaztak, azoknak sokkal fontosabb volt az, amit szimbolizált. 2020-ban pedig a korábbi évek gazdaságpolitikája lehetett meggyőző a republikánus szavazóknak. Ez Ugyanúgy igaz Bidenre, különösen a klímapolitika terén. Sokak szemében ő volt az ellenpólusa annak a Donald Trumpnak, aki kezdeményezte az Egyesült Államok kilépését a Párizsi Klímaegyezményből. Az elnök 2020-as vitáján Biden is igyekezett hangsúlyozni, hogy ő volt az a lelnöke, a klímaegyezményt aláíró Barack Obamának. I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. A Párizsi Klímaegyezmény az a megállapodás, aminek fő célkitűzése, hogy a Föld légkörének felmelegedése két fok alatt maradjon a század végéig. Biden a gazdaságpolitikai ígéretét is jelentős részben a környezeti fenntartatósága egy nagy költségvetésű állami programra építi. Bármilyen is szeretné elérhetni velünk Joe Biden, ennek oka nem az, hogy ő személyesen fontosnak tartja ezt a témát, hanem az, hogy a demokrata párt szavazói számára egyre fontosabb ügy lett a klímaváltozás, és nagyon sokan szimpatizáltak a párt balszárjának gazdaságpolitikai víziójával, a Green New Deal-el. A Green New Deal radikálisabb változatai, amit még Bernie Sanders Biden ellen induló demokrata elnökjelölt fogalmazott meg, 2035-re klímasemleges energiaipart, sőt 2050-re klímasemleges amerikai gazdaságot ígért. Biden ennél óvatosabb vállalásokat tett a kampányban klímaügyben, de a különbség így is hatalmas közte és a Párizsi Egyezményt felmondó Donald Trump között. Nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás szempontjából egyáltalán nem másodlagos, hogy januártól már nem Trump hanem Biden lesz a fehérházban, és ennek nem csak Amerikára nézve lehetnek következményei, hanem a világ minden pontján. Ugyanis az elmúlt évtizedek globális klímapolitikáját egy ország sem alakította olyan erősen, mint az Egyesült Államok. Biden megválasztásával a zöld mozgalom kapott egy esélyt arra, hogy a gazdaság átalakuljon a környezeti fenntartatóság elvei szerint. De ehhez egy elnök önmagában nem elég, az is kell, hogy a Demokrata Pártnak a szenátusban is meglegyen a többsége, ugyanis csak így tudja megvalósítani Biden a kampányban tett ígéreteit. Ez az egyik legfontosabb tét a mai január 5-i választáson. Két pótválasztást tartanak Georgiában, mert egyetlen jelölt sem szerezte meg a szavazatok legalább 50%-át a november 3-ai választásokon. Ezeken a körzeteken múlik majd a többség sorsa a szövetségi törvényhozás felsőházában. A republikánusoknak tehát mindennél fontosabb, hogy megtartsák a jelenlegi minimális, de mégiscsak előnyüket. Ha sikerrel járnak, akkor ők adhatják az összes bizottsági elnököt, és ezzel jelentősen lassítani tudják Joe Biden kormányprogramjának megvalósítását, vagy bizonyos esetekben akár meg is tudják majd akadályozni a reformokat, amelyben mindkét helyet elvesztik Georgiában a képviselőház és a fehérház után a szenátusban is a demokraták kerülnek fölénybe, azaz Joe Biden gyakorlatilag ellenzéki akadályoktól mentesen tudnak kormányozni. A tét tehát óriási! Ezt fogjuk alaposabban megtárgyalni, tehát a mai adásban. Mindenképpen iratkozz a csatornára, de még nem tetted volna meg, illetve van lehetőséget kérlek, szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a daráló, kezdünk! 1997-ben fogadták el az első nemzetközi klímaegyezményt, amit összesen 192 ország írt alá, köztük az USA akkori elnöke Bill Clinton is. Ez komoly diplomáciai sikernek számított az ezeret fordulón, és vitathatatlanul kijelölte a 21. század legkomolyabb kihívását is, sőt, a fejlett országoktól többet követelt, hiszen a légkörben lévő szindioxidot a korábbi évtizedekben jellemzően ezek az országok bocsájtották ki. A fejlett országok közül 36 kötelezte el magát, hogy 2012 végére 5%-kal kevesebb széndiokszidot enged a légkörbe, mint a 90-es bázis évben. A fejlődő országok ugyan csatlakozhattak az egyezményhez, a kötelező kibocsátás csökkentés nem vonatkozott rájuk, így az olyan óriási nemzetállamokra sem, mint India vagy például Kína. A 192 aláíróból 2005-ben már 56 ország ratifikálta, vagyis beiktatta a megállapodást a saját nemzeti jogrendszerébe. Ez az 56 ország együttesen az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának több, mint 55 áért felel, így az ENSZ szabálya értelmében hatályba lépett a kiotói egyezmény. Innentől kezdve könnyedén számon kéretővé váltak a klímavédelmi ígéretek. A 97-es kiotói diplomáciai csúcs és a 2005 között eltelt évek alatt rengeteg ország, köztük a legnagyobb környezetszennyező Egyesült Államok is kihátrált a megállapodásból. Ennek oka, hogy az egyezményt aláíró Bill Clinton-t odahaza leszavazták az amerikai törvényhozásban, az őt követő ifja pedig eszébe se jutott aláírni a kiotói egyezményt. Kanada 6%-os kibocsátás csökkentés mellett kötelezte magát 90 és 2012 között, ehhez képest 2008-ig, 24,1%-os növekedést ért el 2012-hez közeledve, tehát úgy tűnt, hogy Kanada lehet az első ország, amit klímavédelmi célok megszegéséért szankcionál majd az ENSZ. Ez egy elég izgalmas, szokatlan helyzet lett volna, de ennél még sokkal különösebb dolog történt. A kanadai környezetvédelmi minisztérium vezetője Peter Kent 2019. decemberében sajtótájékoztatón bejelentette, hogy csak olyan megállapodás érhet el sikereket, ami az Egyesült Államokra és Kínára is érvényes. Ezért Kanada kilép a kyoto egyezményből. Canada's environmental minister Peter Kent announced that his country will be withdrawing from the Kyoto Protocol. It's now clear that... Kyoto is not the path forward for a global solution to climate change. If you feel any better, Canada exploits its environment too. What? This country does it all. Peter Kent azt is hozzátette, hogy ezzel a korábban tett környezetvédelmi vállalásuk érvénytelenné válik, ami azzal is jár, hogy az egyébként 14 milliárd dolláros bírságot sem szabhatja ki az ENSZ Kanadára. Ezen kívül a környezetvédelmi miniszter értelmetlenek nevezte az egyezményt, amiért az nem képes Érdekben kezelni a klímaváltozás problémáit. Ebben egyébként részben igaza volt, mivel az elhúzódó nemzetállami jóváhagyások miatt a kiotói egyezmény elfogadása és hatályba lépések között eltelt több mint 7 évben sok csökkentést válló országban jelentősen megnőtt a széndiokszid kibocsátás, amit utólag már nem tudtak ledolgozni. És sokszor az elszántság is hiányzott. Ennek ellenére a klíma csúcsoknak nem lett vége. A következő nagyobb diplomáciai találkozóra 2012-ben került sor. A Katár fővárosában megrendezett találkozón megállapodtak a kiotói program folytatásáról, az érintett fejlett országok pedig átlagosan 18%-os kibocsátás csökkentést vállaltak 2020-ig 1990-hez képest. Japán, Kanada, Oroszország vagy USA csak akkor lesz volna hajlandó a kötelező kibocsátás csökkentése, ha az mindegyik országra vonatkozik. A legjelentősebb kibocsátók közül csak az Európai Unió és Ausztrália írt alá, ami a föld szén-dioxid kibocsátásának mindössze 15%-át fette le. Pedig az ENSZ találkozó rendezői mindent megtettek a helyszínválasztással. Tavaly a Washington Post riportjából derült ki, hogy a dohai hatóságok a nyári hónapokban egyre gyakoribbá váló 50 fokos hőmérséklet miatt már légkondit telepítettek az utcákra, ami folyamatosan éjjel-nappal üzemben van, hiszen ott még az éjjeli minimum hőmérséklet is simán lehet 32 fok. tervek szerint a 22-es Katari foci vb felépülő stadionok székei alá is klímát szerelnek majd. Nem a szokásos nyári időpontban rendezik meg, hanem november-decemberben. A döntő például egy héttel karácsony előtt lesz. Ami a szemünk előtt zajlik, az sporttörténelem. És apokalipszis. we have under seat, um, a következő nagy lépés a klímadiplomácia történetében a 2015-ös párizsi csúcs. Erre már elég sokan emlékezhetnek, 5-6 éve a klíma paramár javában tombolt, emiatt a nemzetközi sajtó jóval alaposabban követte, elemezte az ENSZ sőt, addig példátlan módon már a magyar lapok többsége is írt saját cikket a csúcs jelentőségéről. Ennek köszönhetően nem csak Barack Obama nyilatkozata jutottak el az emberekhez a bolygó megmentéséről, hanem az is hogy a klímamegállapodást megelőző tárgyalásokon a két főszennyező, az Egyesült Államok és Kína diktálta a feltételeket. A két nagyhatalom nélkül minden kormányfőnek egy újabb kiotói kudarcot, egy majdnem globális egyezményt kellett volna magyaráznia otthon, miközben egyre több helyen voltak már jelen a környezettudatos választók, így viszont megvolt a két headliner, a többi mindegy. Kína annyit kért, hogy mindenki úgy legyen környezetvédi, ahogy az neki jó. Vagyis Kína leginkább sehogy. A globális üvegház kibocsátás 27%-áért felelős ország nem akar vágni a saját szennyezéséből. A megújulók arányát pedig legfeljebb 20%-ra vinné fel 2030-ra. Az USA pedig annyit kért, hogy ne legyen semmi kötelező érvényű a megállapodásban, mert az amerikai jogrendszer sajátosságai miatt az elnök nemzetközi megállapodásokat nem írhat alá csak úgy. A szenátus kétharmados támogatása is kell ahhoz, hogy egy ilyen elköteleződés érvényes legyen. Obama tudta, hogy ha beadja, akkor úgy jár, mint Clinton a kiotói megállapodással. Márpedig a nyolc éves ciklus a végén járt, és mi lehet szebb örökség annál, mint aláírni az Egyesült Államok első And what should give us hope that this is a turning point? That this is the moment we finally determined we would save our planet. Is the fact that our nations share a sense of urgency about this challenge and a growing realization that it is within our power to do something about it. Pozitívabb kommentátorok szerint reális, a kritikusabbak szerint gyenge, elégtelen vállalást is, hogy a 2005-ös szinthez képest 26-28%-kal csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást, és aztán odalépett a megállapodáshoz, amit ő állított össze saját magának, és aláírta, majd előadta, hogy ő a klímavédelem legnagyobb hőse. A a They start moving, then you start seeing uh, scarce resources, the subject to competition between populations. Mm -hmm. This is the reason why the Pentagon has said this is a national security issue. This isn't just an environmental issue. This is a national security issue. You know, in addition to just the sadness that I would feel if my kids can never see a glacier the way I saw when I went up to Alaska. Yeah, you know, that's the romantic side of me. That's the side that takes a walk with my daughters and I want to be able them to see, or my grandkids, I want them to see the same things I saw as I was growing up. Even if you were unsentimental about that, in very hard headed terms, you've got to worry about the national security implications of this and the capacity for the existing world order as we understand it to survive. Hát oda néz, már hát dicaprio lejátsza a képről. Ilyen empatikusan senki nem tudja azt mondani, hogy biztonsági fenyegetés jelentenek a klímamenekültek, vagyis pontosabban fenyegetést jelentenek Amerika világhatalmi pozíciójára. Mondanám, hogy Oscar díjat neki, de hát nem, Obamáról lenne szó, ha nem lenne már Oscar díja is, legalábbis közvetett módon. Why did you pick our film? There's a million films out there. You let people tell their own story. I hope it sparks curiosity. Gosh, this is fun. <laughs> Egy kivételes emberről van szó, akik mikor még csak két hete volt megválasztva elnöknek, már is jelölték a béke Nobel-díjra, amit 8 hónap elnökség után meg is kapott, ráadásul nagyon elegánsan a békedi odaítélése és átvételek között eltelt hónapban 30 ezer katonát kiküldött Afganisztánba, az átadón pedig a béke az igazságos háborúkról beszélt. Mégis a legerősebb húzása az volt, amikor béke Nobel-díjasként képes volt lebombázni egy másik béke Nobel-díjast. Egy afganisztáni kórházat, amit a 99-ben kitüntetett orvosok határok nélkül szervezett tartott fent. a szimbolikus politizálás, a marketingnek minden közpolitikai gondolatot alárendelő Obama utolsó nagy dobása a klímaügy volt. Természetesen azt is egy óriási sóműsorba kellett becsomagolni, hogy megfarakassa a saját szobrát, miközben az ENSZ szinte összes tagállama büszkén felsorokozik mellé. Kimondták, hogy cselekedni kell, hogy az egész bolygó jövője a és mindent elmondtak a szörnyű jövőről is. Megszülettek az állásfoglalások, a határozat arról, hogy az ipari forradalmat megelőző átlag hőmérséklethez képest 2 Celsius fok alatt kell tartani a globális felmelegedést, de a másfél fok még jobb lenne. A lényeg, hogy közösen, felelősségteljesen kell megoldani ezt a válságot. Globális problémákra globális választ kell adni, mondták a világ vezetői, aztán aláírták a papírt, hogy milyen jó lenne, ha meg tudnánk oldani. A Párizsi Klímaegyezmény nem több ennél a saját maguk által meghatározott klímacélok nem kötik az országokat nemzetközi jogi szempontból. Nem lesz lehetőség kényszeríteni egy országot, hogy kitűzzön egy célt egy adott dátumra, és nem kap senki büntetést, ha a saját maga által kitűzött célt nem teljesíti. Na jó, oké, tegyük fel, hogy minden jól sikerül, a politikusok megváltoztak, átgondolták a helyzet súlyosságát. How dare you? Az egyik legelismertebb természettudományos lap a Nature kutatásából úgy tűnik, a Párizsi Klímaegyezmény még úgy is kínri a Földet, ha minden ország betart mindent, amit megígért. A jelenlegi célok teljesítésével a század végig bekövetkező melegedés több, mint két fokos lesz. Legnagyobb esélye 2,6 és 3,1 Celsius fok közötti átlag hőmérséklet emelkedésre van. A rossz hír, hogy egy szélsőséges 4 fokos emelkedése is van 10% esélyünk, ami katasztrofális következményekkel jár, konkrétan az emberi civilizáció összeomlásával. A Párizsi Egyezmény gyengesége ellenére a november 3-ai amerikai elnökválasztás legmeghatározóbb témái között volt. Biden zöld témákban korábban egyértelműen a klasszikus, centrista, liberális demokratának mutatta magát, de a kampány utolsó szakaszában már úgy tűnt, a demokratapárt Párt baloldali szárnyától veszi át, társadalmi vízióját. A Bernie Sanders-től és Alexandria Ocasio-Cortez-től ismert Green New Deal programban is megtalálható elemek szerepeltek a Tiszta Energiaforradalom és Környezetvédelmi Igazságszolgáltatás címet viselő programjában. Zöld állami beruházások, állami munkahelyteremtés, jelentős a zöld mozgalom által régóta követett reformok vannak a tervei között. Pár példa az ígéret szerint az Egyesült Államok áramtermelése, tehát nem a teljes energiatermelés, de még így is egy igen jelentékeny szektora, 2035-re széndiokszid kibocsátástól mentes lesz, és később azt is kijelentette, amit korábban csak Bernie Sanders vállalt be, hogy legkésőbb 2050-re az egész amerikai gazdaságnak semleges kell válnia. Úgy lássuk -e ez mi mindennel jár, a század közepére gyakorlatilag az összes autót elektromos meghajtásúra kell cserélni. A háztartásokat fenntartható forrásból nyert árammal kell fűteni, a gazdaságnak teljesen át kell állni az olaj, földgáz és szén helyett a villamos energia hasznosításra. Biden anyagi forrásokat ígér ahhoz, hogy az amerikaiak autóikat környezetbarátabb járművekre cseréljék, hogy ez az egész mennyi pénzzel jár, Jól mutatja, hogy csak és kizárólag épületfejlesztési programra 2000 milliárd dollár tervez költeni, ezzel 4 millió ingatlan energia hatékonyságát növelni. Ezek elég radikális tervek, amiket Biden a Sanders és ocasio Cortez kampány csapatával együtt dolgozott ki. Nagy párfordulás történt. Az elnök jelölt aspiránsi kampányában végig az ilyen ígéretekkel szemben helyezte magát. Az érthető, hogy rá akar gyúrni a fiatal demokrata szavazókra, akik körében nem állt valami jól, és úgy gondolta, hogy őket a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosaként tudja elérni a legjobban, hiszen a fiataloknak értető módon az is fontos, hogy néhány évtized múlva élhető körülmények legyenek a Földön, amikor ők középkorúak lesznek. A kérdés, hogy mennyire lehet elhinni Bidennek, hogy elnöksége alatt tényleg neki megy az olajlobbinak? Hát, erről megoszlanak a vélemények. I was able to get both all the environmental organizations as well as labor, the people worried about jobs, to support my climate plan. Because what it does, it will create millions of new good paying jobs. A legbókásabb és legátlátszóbb próbálkozás, amivel sötét zöldre akarták festeni Bident, az volt, amikor a rövid ideig szintén demokrata elnökjelöltségre pályázó Michael Bloomberg a saját lapjában elismerően írt Biden zöld baloldali fordulatáról. Az a Bloomberg, aki ezzel a baseballsakával próbálta megszólítani a demokratákat, a pártot, ahol 2019-ben a togok többsége 65%-a szimpatizált a szocializmussal. Felmerül a kérdés, hogy miért hiszi azt Michael Bloomberg, dollármilliárdos és újságtulajdonos, hogy nem tudják róla az olvasók, hogy korábban többször kiállt Biden mellett Sanders ellenében, még akkor, amikor Bidennek piacpárti programja volt és büszkén hirdette, hogy lehet majd új olajkitermelő helyeket nyitni az elnöksége alatt. Néhány tényt itt érdemes feljegyezni olyan tényeket, amikről már lehetett tudni az elnökválasztás előtt is. Biden elnökjelölti csapatában dolgozott, és korábban legfőbb klímaügyi tanácsadója volt Heather Zichal, aki, ha nem épp Joe Biden segíti, akkor földgáz kitermelő vállalatok igazgatóságával üldögél. Biden országos kampányfőnökének a helyettese pedig az egyik leghangosabb foszilis tőkepárti demokrata politikus Cedric Richmond. Mellettük még ott van Ken Salazar is, aki a latin amerikai népesség megszólításával segítette Biden-t, és ügyvédként képviselt korábban olaj- és gázszéleket, és mégis klíma szempontból Joe Biden sokkal jobb választás volt amerikai elnöknek. Donald Trump ugyanis nem állt elő komolyan értékelhető klímaprogrammal, éppenséggel csak egyetlen konkrétabb ígérete volt, a végleges, formális kilépés a Párizsi Klímaegyezményből. I know Ugyanakkor Biden problémás kapcsolatai az olajlobbihoz, illetve a Green New Dealhez kötődő ellentmondásos viszonya, ami a legtöbbször úgy jelent mondásos, hogy ellent mond azoknak, akik bevezetnék. Nos, mindez jól mutatja, hogy a demokrata párt választási győzelme nem jelent azonnal győzelmet az zöldeknek. Jó példa erre az, hogy a választás után két héttel kiderült, hogy az előbb említett Louisianai képviselő Cedric Richmond lesz az elnök, klímőgyekért is felelős főtanácsadója a Fehérházban. Igen, Biden a klímavédelmet rábízza egy olyan emberre, akit nagy olajvállalatok, földgázszolgáltatók és vegyipari cégek támogattak korábban. Mikor ez kiderült, több klímaaktivista szervezet is tüntetést jelentett be a Demokrata Párt Washingtoni központjához. Joe Biden december 19-én megnevezte a klímapolitikai testületének tagjait, amiből a szkeptikusoknak, a radikálisabb balos demokratáknak úgy tűnik az Obama kabinet szakpolitikusai térhetnek vissza. Bízunk benne, hogy velük együtt majd nem térnek vissza az Obama utolsó évre jellemző hangzatos, szuperződnek beállított vállalások, amik mögött a globális klímaválság felszámolásához nem elégséges szakmai döntések húzódnak. Például, hogy a nagyon szennyező foszilis energiaforrásokat kevésbé szennyező foszilis energiaforrásokra cserélik. Biden a klímapolitikai irodájának élére az Obama éra környezetvédelmi ügynökségének korábbi vezetőjét nevezte ki. Emellett az új fehérházi zöld pápa, vagyis a politikusok unalmas nyelvén a globális klímajökért felelős elnöki külön megbízott John Kerry lesz, aki idén már a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának értekezetein lesz állandó résztvevő, ugyanis, ahogy az Barack Obama már Leonardo DiCaprio-nak is fölvázolta, az Egyesült Államok demokrata vezetői képtelenek nem úgy tekinteni a klímapolitikára, mint egy biztonságpolitikai ügyre. Biden is igyekszik hangsúlyozni, hogy azért kezdődnek lenni, mert a globális felmelegedés az egyik legsúlyosabb amerikai polgárokra leselkedő fenyegetés. What Americans should understand is we are in crisis, but this is an opportunity. It's an opportunity for the United States to create millions of jobs, to move into a new, more exciting, cleaner energy base for our economy. <komunic culture> and, and, and. And, 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 És szükség van a szenátusi többség megszerzésére is, hiszen a demokraták legalább hajlandóak meghallgatni a klímaaktivistákat, hajlandóak foglalkozni a klímaválsággal, és van arra némi esély, hogy a hozzáállásukat befolyásolja a párt bal szárnya, valamint az alulról szerveződő zöld és baloldali mozgalmak. Amerikában és a világ többi részén. A zöld baloldali politizálás és a választás siker egyébként nem, hogy megférnek egymás mellett Amerikában, hanem úgy tűnik, sokkal sikeresebbek voltak azok a demokraták, akik elköteleződtek a párt balszárny által vitt ügyekben a Green New mellett. Vagy például ilyen ügy volt még az Európaihoz hasonló társadalombiztosítási rendszer felé elmozduló Medicare for All program. Magyarországon is lehetett hallani okoskodó politológusokat, akik a balos jelölteknek tulajdonították azt, hogy a november 3-ai választáson a vártályóval gyengébben szerepeltek a demokraták, a szövetségi képviselőházban még bandátumokat is veszítettek. A szenátusban pedig nem sikerült megszerezniük a többséget a republikánusoktól, épp ezért fontos a január 5-i választás. De ez a gyenge teljesítmény hogyan is függ össze a baloldali üzenetekkel? Nézzük a tényeket. Az egészségügygel és klímaváltozással kapcsolatos programpotok demokrata támogatói mindannyian megtartották képviselői és szenátori helyüket a kéteséges körzetekben. A Medicare for All támogatói 112-en voltak, ők mind egytől egyig győztek. A Green New Deal választáson induló képviselők közül 98 támogatta nyíltan, és közülük 97-en meg is nyerték a körzetüket a szocialista elhajással nehezen vádolható, néha egészen szési jobboldali Fox News exit polja a választás napján arról számolt be, hogy az amerikai választók 70%-a támogatja a zöld gazdasági megújulást. Ez azt mutatja, hogy nem csak a bolygó fennmaradása miatt szükséges a zöld baloldali értékek képviselete, hanem ez egyben, ahogy a legfrissebb választási tapasztalat is mutatja, a választók eléréséhez vezető sikeres út. Ma január 5-én két szenátusi pótválasztást tartanak Georgiában ott, ahol a jelöltek nem szerezték meg a szavazatok legalább 50%-át a november 3-ai választáson. Ezeken a választásokon múlik majd a többség sorsa a szövetségi törvényhozás felsőházában, vagyis a szenátusban. Ha ezt nem sikerül megszerezni, akkor a republikánus párt minden érdemi lépését korlátozni tudja majd Biden elnöknek, így a klímavédelmi programját is. A tét nem kevesebb, mint az, hogy összeomlik -e a Föld ökoszisztémája. Ha igen, akkor már 50 éven belül folyamatos válságokat tapasztalunk majd. Általánosá válik az édesvíz hiány, az éhezés, a rengeteg árvíz, aztán az egyre gyakoribb szárasság, pusztító járványok, sosem látott mértékű menekült válság, háborús konfliktusok, elsavasodó óceán. Az éghajlat már átalakulóban van, és ezt a folyamatot csak akkor állíthatjuk meg, ha a politikai klímát megváltoztatjuk. Ez volt már a daráló, de holnap reggel mindenképpen kapcsolj ide hozzánk, mert reggel 7 órától meghívott vendégeinkkel fogjuk elemezni, a választás eredményeit, tehát holnap reggel héttől lesz már Partizán. Mindenképpen iratkozz a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, használd a like, illetve a dislike a véleményed kifejezésére, illetve ha van bármilyen kritikád, észrevételed vagy kérdésed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor szintén várunk a komment szekcióban. Ha az anyagi lehetőségeit lehetővé teszik, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét szintén megtalálod a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve Facebook csoportunk is, utoljára a Partizán társalgó a neve. Ide is várunk, és akkor tudunk vitatkozni, beszélgetni az éppen aktuális témákról. Holnap jelentkezünk, reggel 7 órától, addig is minden jót, ciao.